titeket, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Még próbálom felmérni, hogy kit ismerek, kit nem. Akit nem, úgy gondolom, hogy nem ismerek. Valószínűleg őt is ismerem, csak lehet, hogy annyit fiatalodtatok az elmúlt években, hogy igen, különösen Zoli. Ja. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek, és hogy láthatunk benneteket, együtt ünnepelhetünk, mert ahogy a húgom és aztán István mondta, hogy egy ünneplésre jöttünk össze, és egy ünneplésre hívtunk benneteket. A gyülekezetünk 20 évvel ezelőtt indult, 6 akkor még egészen fiatal házaspárral, és hát gondolkodtam, hogy hány kisbabával, de 4-tel, 5-tel, 6-tal, nem tudom. Aztán a fiatalságnak a hevével és a fiatalságnak a tapasztalatlanságával. Úgyhogy, de nagyon-nagyon izgalmas idő volt, visszagondolva 20 évvel ezelőtt, és hát gondolkodtam azon, hogy van-e olyan, amit másképpen tennénk, mint gyülekezet, vagy én személyesen. Mit gondoltak, mi volt a válaszom? Amire jutottam. Hát az, hogy igen, bizonyára jó pár dolog van, amit másképp tennénk. Hát, hogy Isten bocsásson meg nekünk, amikor nem az ő szívét lepleztük le, vagy nem őt mutattuk be, mert hát volt bizonyára ilyen is. De, és annyira gyönyörű a kereszténységbe az, hogy van egy ilyen nagyon nagybetűs de. Például, az életben, valóban azon, hogy mindannyiunk életében vannak sok nehézség is, vannak gondok, kudarcaink, vagy sikertelenség, lehet csalódásunk, betegségünk, lehetséges, hogy alig van olyan, akinek valami ilyen ne érinteni az életét. De, Isten velünk van. De Isten létezik. De Isten gondoskodik. De Isten szeret bennünket. De Isten hallja az imáinkat. Úgyhogy hát mi is így vagyunk visszatekintve. Lehet, bizonyára vannak ilyen dolgok. De Isten annyi és annyi áldását, türelmét, bocsánatát, bátorítását, vigasztalását, felemelését, helyreállítását, kegyelmét, kedvességét, örömét, egy szóval a szeretetét éltük át, és tapasztaltuk meg az elmúlt években. És úgy gondoltuk, hogy Isten méltó rá, hogy kifejezzük a mai nap a hálánkat neki. És elmondjuk neki a mai nap Istennek, az Atyának, hogy köszönjük apukám. Köszönjük, hogy te eddig velünk voltál, megőriztél bennünket, őriztél bennünket, és valójában soha egy pillanatra nem hagytál el. Aztán ez annyira erős tartást az az életünknek. Olyan erős alapot ad, hogy a Teremtő Isten soha egy pillanatra nem hagy el bennünket. Szeretnénk, hogyha a mai ünneplésünket ez a három gondolat fejezni ki. Látom, ki van, nem tudom, mi az itt volt eredetileg. Nem? Úgyhogy... Oké. Hát kimondani sem tudom. Ki segítene nekem? Hafi Birt Deai. Úgyhogy boldog születésnapot. Időnként vannak, időnként évente egyszer vannak a gyerekeinknek születésnapjai vagy napja. És el szoktuk énekelni ezt a boldog szülinapot, eljön, meg hasonló énekeket, és persze nagyon hálásak vagyunk őértünk, a gyerekeinkért, és valóban nagyon boldog születésnapot kívánunk a számukra. De azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legfontosabb, vagy amit a szülőként is a legfontosabbnak tartunk, az mindig az, hogy megköszönni Istennek. Megköszönni Istennek őket. Micsoda ajándékokat adtak a gyermekeinknek. És boldog szülinapot, Eljon, Manuel és így tovább, de köszönjük Uram, hogy vannak születésnapok.
Köszönjük, hogy elalkottál bennünket. És így vagyunk a mai nap is, hogy akinek igazán hálásak vagyunk, és a köszönetünket szeretnénk kifejezni az Isten, a gyülekezetnek a teremtője, alkotója, a feje, a mi gyülekezetünknek, és minden más gyülekezetnek. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy annyira hálás vagyok igazán azért, hogy meg úgy kell gondolkodnunk, hogy itt van a kaposvári gyülekezetünk, Kaposvár keresztény közösség. Nagyon hálásak vagyunk ezért a helyi gyülekezetért, ahol Isten otthont adott nekünk, de amiért még inkább hálásak vagyunk az Istennek a népe, Istennek a gyülekezete, ami sok mód, ami sok gyülekezetben fejeződik ki ezen a földön. Szeretnénk a mai ünneplésünket, ez a három gondolat fejezni ki, hogy minden róla szóljon, minden ő rámutasson ma, és minden Istent dicsőítse. És ez igaz arra, hogy énekünk dalokat, tudod, ez egy könnyű imádó dalok. Figyelj, azt szeretném, hogy az imádó dalaink, azok Istenről szóljanak. Az imádó dalaink, azok ő rámutassanak. Az imádó dalaink Isten dicsőítsék. És ugyanígy az imáink, az ő Istennek a bennünk való munkájáról való bizonyságaink, és tudom, hogy ma többen szeretnétek megosztani bizonyságokat, ezek is róla szólnak. Nem valakiről, nem magáról, a gyülekezetről, hanem a gyülekezetnek a fejéről. És figyeljetek, szeretnénk az éjjelenünk is Isten dicsőítenénk. Én hiszem, hogy amikor sütöttétek be a süteményeket, nem tudom, hogy te osztály süteményeket, akkor szeretnénk, ha a süteményeink, az ételeink, finom ízei Istenre mutatnának. Hogy még ez is tőled van, Uram, amikor sütjük be azokat a finom ízeket, és azt szeretnénk, hogy a vendégeink élvezzék, akkor téged akarunk vele dicsőíteni. A mosolyunk Istent dicsőíti. A szeretetünk egymás felé Isten dicsőíti. Annyira élvezem ezt az időt, most csak így veletek, és így várakozok a napra, hogy találkoztok veletek, és hiszem, hogy ő lesz fel magasztalva. Hát, egy szóval, minden az életünkben. És így elhangzott a bevezetőben, hogy kicsit előre tekintve a jövőnkre, nem tudom hány évet, évtizedet élünk ezen a földön, gyülekezetként is, mikor jön el Jézus Krisztus, de azt szeretnénk, hogy a gyülekezetünket a jövőben is egyre inkább ez a három gondolat jellemezze. És nagyon-nagyon szeretnék mindenkit bátorítani, aki ebben a teremben van, milyen nagyszerű lenne, mennyire megtalálnád az életed igazi célját, ha te életed erről a három dologról szólna. Tudjátok-e velem mondani? Minden róla szóljon, minden ő rá mutasson, minden Isten dicsőítse. Megpróbáld meg még egyszer. Minden róla szóljon, minden ő rá mutasson, minden Isten dicsőítse. Imádkozhatunk. Hálásak vagyunk. Köszönjük. Köszönjük mennyei apukának. Köszönjük a szeretetedet, a soha el nem múló hűségedet. Köszönjük, hogy te hordoztál bennünket a bajainkba. Te bocsánatottad meg a bűneinket. Te hordozol a gyengeségeinket. Te törődsz velünk. Te voltál velünk az elmúlt 20 évben. Vagy aztán annál sokkal többen. De jó előre nézni, és tudni azt, hogy te leszel velünk a jövőben is. Szólj a szívünk ezt, hadd találjunk rád, hadd újuljunk meg benned, hadd frissüljön fel bennünk a te követésben. Hadd szóljon a gyülekezetünk élete, a jövője, te urad,
hisz te vagy a gyülekezet feje. Te vagy a gyülekezetünk alkotója. Te vagy a gyülekezetünk forrása. Tőled jön minden jó. Tőled jön az öröm. Miattad gondoljuk azt, hogy áldott és boldog emberek vagyunk. Miattad van örök életünk. Minden te adsz. Minden a te kegyelmed. Az a vágyunk, Urunk, hogy egyre inkább és egyre inkább a személyes életünkben, a gyülekezetünk életében minden rólad szóljon, minden te átutasson, és minden téged dicsőítsen. Légy velünk, Istenünk, Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Aki a gyülekezetünkben járunk, igazán sokszor halljátok tőlem ezt a képet. Nem azt szeretem a képet, az édenben. Szeretek visszamenni oda a kezdetekbe, és látni magam előtt, gondolkodni, elmérkedni róla, hogy milyen lehetett az, amikor az ember... Amikor nagyon egyedül érezte magát, amikor nagyon unatkozott, akkor nagyon nem tudod mit csinálni magával. Nem, hogy csak az Isten jött és felhívta a telefon. De ez nem hiszem, hogy az volt. Valami volt. Az Édenkertben, ahol Isten megteremtette az ember bennünket. És úgy nézett ki az Ádám élete, és a teljes életünk volna, akkor a teljes az én életem is úgy nézett volna ki az Édenkertben. Hogy ott vagyunk az ő közelségében, a Teremtőnknek, az Alkotónak, a végtelen, hatalmas, csodálatos, szent, rendkívüli és szavakkal kifejezhetetlen Istennek a jelenlétében. És az ő dicsőségében. Ez a dicsőség valami olyan, amit nem tudsz kimondani, nem tudsz felfogni, valami olyan, amire a leggyönyörűbb képek, szavak, érzelmek, amire csak gondolhatsz, hogy ebben a dicsőségben éltünk. A Biblia azt mondja, hogy a mi bajunk, a római levélben azt mondja, hogy a problémánk az, hogy szűkölködünk az Istennek a dicsősége nélkül, az Istennek a jelenléte nélkül, a vágyakozás a szívünkben, a betöltetlenség, az azért van, mert hiányzik nekünk Isten jelenléte és dicsősége és közelsége. És az Édenben Ádámnak és Évának, amíg rendben voltak, addig minden Istenről szólt, minden őre mutatott, amikor megláttak egy gyönyörű fát, egy gyönyörű alkotást, egy gyönyörű teremtményt, egy gyönyörű almát, akkor azt mondták, ez az Atyámtól van, ez őre mutat, és ezért őt dicsőítjük. És nem harc volt, nem háborúság volt, nem irigység volt, nem hasonlítgatás volt, hanem egy összhang és egy harmónia volt az emberben. És amikor az ember kiesett ebből a jelenlétből, és fellázadt Isten ellen, akkor nagyon megváltozott minden. Figyelj! Tudod, ez a három dolog változott meg. És azóta is ez a mi igazi problémám. Utána már így gondolkodott, és így gondolkodik az ember. Az élet, ha rólam szól, a világnak én vagyok a közepe. Az élet, az rám mutat. Az életben az én dicsőségemet kell keresnem. Hogy vagy ezzel? Gondolod le ezt? Az élet rólam szól. Az életnek rám kell mutatnia. Az életnek az én dicsőségemet kell keresnie. Ha így lennél, hadd biztosak, vagy hadd mondjak, még határozottabbat. Figyelj, ez egy ördögi gondolat. Ez egy ördögi örökség. A Bibliánk elmondja azt, hogy az ördög volt így. Hogy szeretett volna Isten helyére kerülni. Hogy az élet róla szóljon, az élet ő dicsőítse. Az életnek ő legyen a közepe. Úgy,
hogy képtelen erre. Mert az ördög nem ad, ő elvesz. De nekünk egy olyan Istenünk van, aki nem elvenni akar, hanem adni akar nekünk. Úgyhogy amióta ilyen az élet, és erről szól az emberi társadalom, a kapcsolatok, a házasság. Láttál már olyan házasságot, amikor a házas felek így gondolkodtak? Az élet rólam szól. Azért van a feleségem, hogy kiszolgálja ezt, hogy megadja nekem azt az érzetet, hogy az élet rólam szól. Azért választottam egy gyönyörű feleséget, lássa mindenki, milyen gyönyörű felesége van. Kinek? Nekem. Nekem. Tudod, az életnek rólam kell szólnia. Az életnek az én dicsőségemet kell keresnie. Hát a Mária házasságot? Lehetszor, igen. Tudod, de Isten sokkal jobbat akar nekünk adni. Talán egy picit érezzük azt, hogy mennyivel másabb lenne az élet, ha ez az önközpontuság, amikor azt mondom, hogy a házasságomnak, az életemnek, a gyülekezetnek rólam kell szólnia. Az ő életének arról kell szólnia, hogy rámutasson, hogy engem dicsőítsen. De ugye mennyire megváltozna az élet, ha ez megfordulna. És mostantól kezdve már arról szólna az élet, hogy Szilvia legyen a középpontban. Hogy ő dicsőítsem én, és így tovább. Mennyire megfordulna? Tudod, hogy nem fordulna meg? Nem. Mert csöbörgöl vödörbe. Jó? Úgyhogy a harcok az életben mindig erről szólnak. Emberek és emberek között, nemzetek és nemzetek között. Hogy harcolunk ezért. És tudjátok, mitől változna meg ez a világ? Tudod, mitől változna meg az egész föld bolygó? Tudod, mitől változnának meg a kapcsolataink és a házasságaink? Hogyha helyére kerülne ez. És azt mondaná ő is, és én is, és te is, hogy az élet Istenről szól, a Teremtőnkről. Hogy az életnek rá kell mutatnia. Azért, mert ő minden jó forrása. Az életünknek együtt Isten kell dicsőítenie. Hogyha erről szólnának a kapcsolataink, erről szólnának a társadalmaink, hát akkor lenne itt a Földön, eljönne, azt akarjuk mondani, eljönne a mennyország. Eljönne a mennyország a házasságunkba, eljönne a mennyország a gyülekezetünkbe, eljönne a mennyország az országunkba. Uha! Tudjátok, el fog jönni ez a mennyország. El fog jönni, és úgy hívja a Biblia, hogy ez Isten királyság. El fogja mondani, ez Isten országa. Amikor a dolgok majd helyére kerülnek, amikor az élet valóban őről szól, aki minden jónak a forrása, aki minden dicsőség. Nem azért, mert ő ezt meg akarja ragadni, és el akarja venni bármelyikünket, hogy aztán mostantól engem kell dicsőítened. Figyelj, ő abban mutatta meg a szeretetét, hogy odaadott mindent. Tudod, mit mutatta meg Isten a szeretetét? Lemondott az ő dicsőségéről. Jó, és eljött erre a földre. És az Ignác Attilának akarja adni az ő dicsőségét. És helyet akar neki adni a mennyei trónusán is. Amikor eljön Isten királyság, és az Ignác Attila ott lesz, vagy bármelyikön, akkor azt mondja Jézus, gyere, ülj ide mellém. Én adom neked. És ez lesz Isten. De van egy jó hír, hogy Isten királysága már elkezdődhet. Most, a Földön, a te szívedben, meg az én szívemben, a te házasságodban, meg az enyémben, a te személyes életedben, meg a gyülekezetünk életében, meg egy másik gyülekezet életében elkezdődhet. Amikor Jézus Krisztus ott lesz, és ott van, ahol az ő helye van, ahol az egyedüli helye van, a trónon, amikor minden róla szól, minden őre mutat, minden őt dicsőíti.
Lehet, hogy azt gondoljátok, hát nagyon leegyszerűsíted az életet. Azért az élet nem ilyen egyszerű. Hát, hadd mondjak egy nagyon-nagyon jó hírt. Az élet ilyen egyszerű. Mondjuk megvalósítani ezt, az lehet, hogy nem egyszerű. Miért nem egyszerű? Tudod miért? Mert az én szívem, meg a te szíved egy büszke szív. És nem akarja átadni a traumát. És nem akarja az Istennek adni családi csőséget. És nem hiszi el a te meg az én szívem, hogyha Istent oda tennünk, ahol az ő helye van, akkor minden rendben lenne, hogy minden a helyére kerülne, hogy minden meggyógyulna, hogy minden helyreállna, akkor az életünkben bejönne az, amire mindannyian annyira vágyunk. Rend, békesség, szeretet, öröm és békesség. Már mikor kezdtem el beszélni? Ezt mondja, hogy 20 éve elkezdtél beszélni, és emlékem szerint azóta abba se hagytad. Mindig csak úgy látlak, hogy beszélsz, meg beszélsz, meg beszélsz. Istenem, van egy dolog. Értem adta az egyszülött fiát, értem adta a Szent Bárányt. Van egy nagyon kedves igeversünk, amit ismerünk mindannyian, Bibliát olvasó és kevésbé olvasó emberek is. Isten úgy szerette ezt a világot, az egyszülött fiát adta. Még én is szokoltak jól lenni. Amen. Amen. De aki ő benne hisz, az ne vesszen el, hogy örök élete legyen. És ez a módja, hogy az életünk rendbe jöjjön. Jó, ugye Isten, Jézus Krisztus visszakerül az őt megillető helyre. És én lelki pásztorként annyira vágyom arra, hogy a gyülekezetünkben Jézus Krisztus az őt megillető helyen legyen. Azt kérdezett tőlem, mindig ott volt? Azt mondom neked, nem volt mindig ott. Annyira vágyok erre. És hiszem hogy Isten szól hozzánk és bátorít. És annyira vágyom arra, hogy az én életemben Jézus Krisztus ott legyen, az őt megillető helyen. És tudod, hogy vágyom arra, hogy a te életedben is ott legyen. Miért? Csupán azért, mert Jézus Krisztus képviselője vagyok, és akkor beszám, hogy ezt kívánom és vágyom erre. Nem azért, amit mondtam, csak szeretnék egy nagyon-nagyon egyszerű gondolatot ma délelőtt. Azért, mert hiszem, hogy ha ő ott van a te életedben is, az őt megillető helyen, akkor valóban minden és minden a helyén van. Annyira jó, hogy az, hogy ott legyen, hogy oda kerülhessen a helyre, a trónra. Ez az ő munkája, ezért ő végzett el mindent. Hogy a végtelen Isten eljött a mi világunkba, és magára vette a bűneinket, és meghalt értünk. Keresztem, hogy újra megtörténjen az, ami az Édenben volt. Tudjátok, miért szeretek gondolni a kezdetre? Mondtam, hogy szeretek gondolkodni az, hogy volt az Éden kertben. Hát, ha csak a történelmet szeretnék, akkor hát az is szép dolog, nem? Tudod, Jani szereti a történelmet, régi dolgokat. Szeret ábrándozni a régi útról. De valójában nem azért. Szeretem a jelent. Szeretném, hogyha az, ami ott volt, az ott lenne most is a mi életünkben. Mert Isten megérdemli. Az az Isten, aki a végtelen hatalmában és a szeretetében nem pusztított el bennünket a bűneinkért, a lázadásunkért, azért, hogy elkezdtük azt az életet és életmódot, hogy az élet rólunk szóljon, és magunkat akarjuk dicsőíteni,
tudod, hogy nem pusztított el, nem hagyott magunkra, hanem eljött a világunkba, és ott hagyta a dicsőségét, és emberré lett, azért, hogy mi visszakerüljünk ebbe a kapcsolatba. Azt, hogy ő ott legyen, és lássuk őt úgy, mint Jézus, a szabadítót, a gyógyítót, a megbocsátót, a megváltót, az élet adót. Az életünknek, ennek kell, hogy legyen a célja. Minden Isten tiszteletünknek, a mai napunknak, a jövő hetünknek, az ima alkalmainknak, a reggeli egyedi imáinknak, a házasságainknak, mindennek arról kell szólnia, hogy ő kerüljön a középpontba. Mi lenne, ha ez lenne az életünk? Valóban az életünk róla szólna. Figyelj, annyira szeretnélek hívni ebben. A kereszténység nem egy vasárnapi istentisztelet, vagy csökőben, de bocsánat, nem csökőben, vagy nem egy csütörtöki istentisztelet, nem egy szombati istentisztelet, nem egy gyülekezeti program. Annyira gyönyörű, hogy a kereszténység egy életmód, egy megváltozott életmód. Tehát így élünk, így kelünk fel, így vagyunk otthon is, egy arcunk van. Nincsen gyülekezeti arcunk, vagy jó, ha nincs gyülekezeti arcunk, jó, ha ugyanaz az arcunk van akkor is, amikor a magunk vagyunk, amikor a bajainkban vagyunk. És mi ez az arcunk? Istenem, gyenge vagyok, de te erős vagy. Uram, az én életem nagyon nem dicsőséges. Az én életem nagyon gyenge, az én életemben sok kétség és kérdés van. Uram, segítenél, Uram! Oda kell, ott lennél az életemnek azon a helyén, ahol a te helyed van, ami engem megáll, hogy az élet rólad szóljon, hogy minden téged dicsőítsen. Abban az esetben üdülhet fel a lelkünk. Testvérek, barátok, mindannyiunknak a szívében sok-sok minden oda. Tudjátok, sokan vágyakozunk felülülésre, helyreállásra, gyógyulásra, a lelkünkben, a kapcsolatainkban, a szívünkben, örömre, békességre, reményre, bátorításra. Jézus Krisztus üzenete nagyon egyszerű. Hogyha minden rólad szól, azért, mert én vagyok a te életed alkotója. Én vagyok a te életednek a hordozója. Ha minden rólam szól, ha tőlem válsz, ha tőlem kérsz erő, válasz, tőlem kérsz és válsz reményt és vigasztalást, akkor én adni fogom neked. Olyan Istenünk van, aki arra teremtett bennünket, hogy ezt, amit ő a legnagyobbnak gondol, azt ő nekünk adja. Jézus Krisztus eljött, ott hagyta a dicsőségét, letette a mennyei életét, eljött azért a földünkre, hogy nekünk adja azt az életet, ami az ő élete, nekünk adja a mennyei életet, és azt szeretnék tanítani nekünk, hogy mi találjunk vissza őhozzá. Öltsük fel magunkra azt az erőforrást, ami vezetni fog bennünket, azt a szeretetet, azt az életet, amit ő nekünk adott. Igen, az ő szeretete milyen gyönyörű volt, hogy itt volt a Földön, és a legerőteljesebben ott nyilvánult meg számomra a szeretete. Amikor ott van Mária, viszi a keresztet, aztán ott van a keresztet, átszegezett kezekkel. És tudjátok, hogy mi itt mond? Mit imádkozik? Imádkozik az emberekért, és azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekeznek. Atyám, bocsáss meg nekik, ez az ő szíve felé, ez az, amit akar nekünk adni.
ez a mi áramszedünk, ez a mi forrásunk, egy élő, személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. És ha ez nincs meg, akkor lemaradunk valamire. Lemaradunk arról, ami meg volt Édenben, Ádámnak, Évának. Meg lemaradunk arról, ami a miénk lehet ezen a földön. És ő hiszem csak akarja most mondani neked, hogy ismerem a te életedet, hordozom a te gondjaidat, ismerem a hajad szállát is, tudom a te dolgaidat, ismerem a bűneidet is, ismerem a fájdalmaidat, ismerem a szíved szükségét. Ismerem azt, amire vágyik a szíved. Ismerem a betegségeidet. Ismerlek téged. Név szerint. És én szeretlek téged. És én kérlek. Hadd legyek az életed forrása. Hadd legyen az az életedben, a te életed az rólam szóljon, az életed én gyógyítsam meg, és én helyet állítsam helyre. De ehhez, és ez a befejező gondolatom, ehhez ott kell lennem az életed trónján. Ehhez őszintének kell lennem. Ehhez kiáltanod kell hozzám. Ehhez le kell vetned a büszkeséget, és meg kell ragadni az én szeretetet. Szeretnék imádkozni. Uram, köszönöm neked. Itt vagyunk előtted. Mi ebben a teremben emberek, különböző háttérből, különböző nehézségekből, különböző örömökből. És egy valami közös bennünk. Mindannyian szeretnénk az életben örvendezni, szeretnénk boldog emberek lenni, szeretnénk olyan emberek lenni, akiket szeretnek, szeretnénk olyan életet, akinek értelme van, szeretnénk majd úgy visszatekinteni az életre, hogy jó volt élni, érdemes volt élni, megtanultunk valamit mélyen, átadtunk valamit az utánunk jövőknek. Istenünk, célt akarunk, biztonságot akarunk, szeretetet akarunk, elfogadást akarunk. Uram, olyan életet akarunk, aminek valóban van célja, értelme, jövője. Mindannyiunkban közös ez, de közös az is, hogy gyengék vagyunk ehhez. Urunk, Istenem, lennél a támaszunk, lennél a segítünk, lennél a bátorítunk. Lennél az, aki megbocsátasz nekünk. Lennél az, aki bölcsességet adsz nekünk. Istenek, és szeretnénk arra kötelezni magunkat, hogy az életünkben a veled való kapcsolatban akarunk járni. Szeretnénk azt, hogy az életünk az rólad szóljon. Az életünk te rád mutasson, az életünk téged dicsőítsen. Gyógyíts, bátoríts, erősíts bennünket. Azért imádkozom, Atyám, Úr Jézus Krisztusom, a te nevedben, itt a teremben levő testvéreimben, barátaimban, vendégeimben. Urunk, kérünk, hadd legyen mindannyiunk számára ez a nap egy olyan, amikor te veled találkoztunk, te megérintettél bennünket, bátorítottad a szívünket, Istenünk, a megrogyadozott érdeket te megerősítetted, Uram. Megvigasztaltál bennünket, Uram, a kétségeink között. Uram, kérünk téged, szolgálj felénk. Add nekünk azt, amire nekünk éppen szükségünk van. Uram, tedd nekünk azt, hogy kell az életünket, te megrázza, rámutassál valamire, ami Uram az életünket fogságban tartja, hogy tedd azt. Istenem, köszönöm neked. Köszönöm.